Sziasztok! Az eddig nálam járt a legerősebb lézergravírozót kell bemutatnom most nektek, ez az Atomstack A24 Pro. Ígérem, érdekes lesz. Az utóbbi években a kéklézeres gravírozók rengeteget erősödtek. Kezdetben 2,5 wattos egységeket kaptunk, majd jöttek a nagyobb 5-5,5 wattos darabok. Ezután kitalálták a gyártók, hogy egy fejbe több lézert is lehet tenni, így érkeztek a két lézeres 10 wattos optikai teljesítményű fejek, majd nem sokkal később már a 4 lézeres 20 wattos darabok. Ma már ott tartunk, hogy 6 lézer és 30 watt jön ki a legerősebb kék lézeres gépekből. A mai bemutatóban szereplő gép az Atomstack A24 Pro annyiban speciális, hogy nem 5, hanem 6 wattos lézerek vannak benne, egészen pontosan 4 darab. Így a teljes optikai teljesítménye 24 watt lett. Ez nem a jelenlegi csúcs, de már majdnem, hiszen ezzel a teljesítménnyel már kisebb CO gépekkel képes lesz versenyezni. Mielőtt belefognék a bemutatóba, szólok, hogy készítettem a gépről egy nagyon bő írott tesztet. Ennek a linkjét a YouTube-on a videó alatt megtaláljátok. Szerintem olvassátok el, mert sokkal-sokkal több információ lesz benne, mint ebben a videóban. No, hol is kezdjem a bemutatót? Természetesen a kicsomagolásnál és a beüzemelésnél. Azért is érdemes itt, mert az egyik érdekessége ennek a gépnek, hogy nem kell összeszerelni és nem kell beállítani. Kiveszed a dobozból, a fejet a helyére illeszted, csatlakoztatsz egy, azaz egy darab kábelt, és már használhatod is. Annak, hogy ennyire egyszerű a használat, több oka is van. Az első, hogy a gép kerete alumíniumból, alumínium öntvényből készült, és egy darabból van kiöntve, így ezt nem kell összeszerelni. Nem kell azzal bajlódni, hogy a sarkoknál a derékszögek rendben legyenek, azzal sem, hogy a csavarokat meghúzd, mert mindezt így egyben kapod meg. A második ok, hogy a gépen nem a hagyományos gumigörgős megoldást alkalmazta a gyártó. Az X-tengelyen a görgők helyett acélrudakon csúszik a mechanika. A mozgatást ugyan bordás szíjakra bízták, de ezek is el vannak rejtve a gép belsejében, így nem tudnak koszolódni. Érdekesség, hogy a léptető motor egy tengelyen keresztül egyszerre mozgatja a jobb és a bal oldalt, így nagyon precíz és nagyon finom mozgásokra képes a szerkezet. A gumigörgők nem csak az X, hanem az Y tengely esetén is kimaradtak. Az Y tengely esetén maradtak görgők, viszont ezek acélgörgők, amik acél sinen futnak. Ez abszolút kopásálló, örök élet plusz egy nap, szerintem sose fog tönkre menni. A lényeg, hogy a gép akár teljesen kezdők számára is ideális, mert lényegében nulla beállítást igényel az első használat előtt. Később persze van lehetőségünk majd a szíjak feszességének beállítására, de ez sok munkaórával arrébb lesz. Mit érdemes még kiemelni a gép tulajdonságai közül? Például azt, hogy a gyártó beépítette az Air Assist rendszert. Ez azt jelenti, hogy a fejhez tartó cső már be van építve, nekünk nincs más dolgunk, mint a keret jobb hátsó sarkán lévő csonkra csatlakoztatni az Air Assist pumpánkat, és már működik is a rendszer. Itt jegyzem meg, hogy az Air Assist remekül működik az A24 Pro-ban, a fúvók a jó helyre továbbítja a levegőt, és annyira jól van a fej kialakítva, vagy az optikához nem jut el sem a füst, sem a szennyeződés. A fejjel kapcsolatban még két remek dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy a rögzítés 2 darab csavarral történik, így a fej nem tud mozogni munka közben. A másik, hogy a szemünket védő plexi szoknyát mágnesek tartják a helyükön, így az könnyen eltávolítható, vagy visszahelyezhető, így aztán ezzel sem kell sokat bajlódni. A magam részéről sokkal jobban szeretem a gépeket szoknya nélkül használni, mert így könnyebben tudom megfelelő pozícióra állítani a fejet. Ne felejtsem, az Atomstack A24 Pro-n erre is van egy remek megoldás kezdők részére, hiszen a gyártó egy lézer célkeresztet tett a fej aljára, hogy a pozícionálás könnyebb legyen. Rendben, hol tartunk most? Azt már tudjátok, hogy a kicsomagolás, a szerelés nagyon egyszerű. Azt is tudjátok, hogy a gépet nem kell beállítani, akár kezdők is tudják használni. Azt is elmondtam, hogy rendkívül erős, pontos, precíz és strapaálló a mechanika. Arról viszont még nem beszéltem, hogy milyen a géppel dolgozni. Nos, röviden, csodálatos. A 24 wattos optikai teljesítmény elég arra, hogy átvágjunk vele 10 mm-es réteget, lemezt, 10 mm-es akrilt, vagy akár 2 centis fenyőt. A gyártó említi, hogy az 500 mm vastag acéllemezt is átvágja, de véleményem szerint, ha valami 500 mm vastag, az nem lemez, hanem inkább fólia. Ezzel együtt a lehetőség adott, acélt is lehet vele vágni.
A gravírozás viszont minden elérhető anyagba menni fog. Fába, kőbe, fémbe, bőrbe, kartonba, szóval minden olyan anyagba, amiben gravírozni szoktunk. Természetesen ki is próbáltam a gépet, készítettem néhány dísztárgyat. A rétegelt lemez vágását 4 mm-es nyírfalemezen próbáltam ki, ebből egy mécses tartót készítettem. A gravírozást és a vágást 2 centi vastag fenyőtáblán próbáltam ki, ebből meg egy fali dísz lett. Mind a két esetben hibátlan lett a végeredmény. A lézer erőssége jócskán felülmúlja a saját 10 wattos gépeim teljesítményét, így sokkal gyorsabban lehet a A24 próba dolgozni. Ahogy mondtam, az Air Assist remekül működik, a vágás közben az anyagok nem égtek meg, és viszonylag kevés füst keletkezett. Elvben a 2 centis fenyőt egy menetben is át lehetett volna vágni, én inkább kicsit nagyobb sebességet és 2 menetes vágást választottam, de így sem tartott sokáig. A vágás szép lett, az anyag belül sem égett meg. A fenyő gravírozásánál azért óvatosnak kellett lennem, végeztem néhány próbát, mert a 24 wattos teljesítménnyel rossz beállítás esetén nagyon megégettem volna az anyagot. Végül sikerült rendesen belőnöm az értékeket, így pedig nagyon gyorsan és nagyon jó minőségben sikerült elkészítenem a fali díszt. Oké, jöhet akkor a következő kérdés, kinek ajánlom ezt a gépet? Most a válasz egyszerű, mindenkinek, aki lézerrel akar alkotni. Kezdőknek azért, mert az első lépéseket könnyen megtehetik, hiszen nem kell a gépen semmit beállítani, kicsomagolás után rögtön használható. Azért is, mert ezt a gépet a nagy teljesítmény miatt nehéz lesz kinőniük. Vagyis, ha egy kezdő most ezt megveszi, akkor később egészen profi dolgok alkotására is képes lesz. Haladóknak és profiknak is ajánlom, mert a gép képességei alkalmassá teszik arra, hogy egészen szuper egyedi dolgokat készítsünk vele. Tényleg elképesztően pontos, precíz szerkezet, ami képessé tesz arra, hogy egy munkadarabon tudj gravírozni és vágni, és a műveletek tökéletesen fedni fogják egymást. Összességében tehát az Atomstack A24 Pro egy remek géplet, remek műszaki megoldásokkal és nagy teljesítménnyel. Kiváló választás lehet kezdőknek, haladóknak és profiknak. Véleményem szerint ennél jobb gép manapság otthonra nem kell. A YouTube-on a videó alatt, tehát ott lesz a link az írott cikkre, de találtok majd linket a termékhez, és adok egy kuponkódot is, amivel $50 kedvezményt kaptok a lista árból. Köszi, hogy megnézted a videót, jövő héten újra jövök egy újabb teszttel. Sziasztok!